pandémia izgalmas megoldásokra készteti az embert, a mai napon is erről van szó, hogy a disznóvágás természetesen normál esetben több résztvevő jelenlétében zajlik, és hát itt Biatorbágyon egy nagyon fontos esemény volt. Most viszont online térbe helyeztétek a disznóvágást, egy kicsit erről mesélj, hogy hogyan is történhet ez? Egy nagyon pici az előzményekről. Éppen kerek évfordulót ünnepelünk. 2011-ben egy közös ötletelés indult el Biatorbágyi Város önkormányzata és intézményünk részvételével. Helyezzük újból közösségbe, tegyük újból közösségi évét, helyezzük a közösségi térbe a disznótort, a régi hagyományokat mutassuk be, próbáljuk ezt meg az emberek elé tárni, ne csak kertekben, vidéki rokonságok látogatásakor találkozzanak vele. Az ötleteket tett követte, úgyhogy ez a 11. alkalom egészen pontosan, amikor a Falu Disznótor című rendezvényt megtartjuk. Azt hiszem, hogy nagyon sok rendezvény szervező az országban gondolkodik és gondolkodott az elmúlt 10 hónapban, hogy hogyan is maradjon fent a szakmája, hogyan maradjon fenn ő maga, hogyan ossza meg azokat a kulturális tartalmakat, amiket eddig teljesen evidens módon kinyitotta az ajtót és beengedte hozzá a népeket. Nekem volt egy ötletem egy körülbelül 3-4 héttel ezelőtt, mi lenne, hogyha online próbálnánk disznótort szervezni. Hál' Isten, ebben segítségünkre van, talán be sem kell mutatnom, Bede Robert mesterszakács, az elmúlt 2 alkalom ceremóniamestere volt, Szőke András talán szintén nem kell bemutatnom, aki a magyar filmszakmát is még biztos, hogy találkozott, akár színészként, akár rendezőként a nevével. Tudtam, hogy nekik van egy közös, több mint 10 éves projektjük, ugyanaz nem az online disznótor, de mindenképpen roppant szórakoztató. Felhívtam Robertet, megkérdeztem, hogy állnának elébe egy ilyen műsornak, amit majd rögzítünk, és a YouTube csatornánkra és a Facebook oldalukra felteszünk. Igen, mondtak. Számunkra is kísérleti ez a nap, de nagyon remélem, hogy a lehető legjobban sikerül majd. Meglátjuk 2-3 hét múlva, hogy hány lájkot kapott a műsorunk, és hányan tekintették meg. Én azt gondolom, hogy ez csodálatos, egyedülálló. Én egy valamit sajnálok, hogy nyilván az online térben, kedves nézők, nem érzik azokat a finom illatokat, amiket mi már most érzünk. Úgyhogy egészen különleges, és hát biztos nagyon-nagyon szórakoztató lesz. Azért reménykedjünk abban, hogy jövőre már tényleg a megszokott módon tarthatjuk meg a disznóvágást. Szívemből szólt. Aki ma jövőre, február elején szoktuk tartani, ellátogat hozzánk, egy klasszikus gasztrokulturális eseményt fog látni. Biatorbágy nem kevés aktív civil szervezetei közül a legvállalkozó kedvűbbek szoktak készíteni nálunk az ételeket. Eleinte az első 2-3 alkalom itt a kertben zajlódott, utána ezt kinőttük, átmentünk itt az épület melletti kis parkolóba, azt is kinőttük. Az elmúlt 2 évben ez lett volna a harmadik, már az épület másik oldalán található nagy parkolóban tartjuk. Ezres látogatottságú, nagyon szeretettel várunk mindenkit jövő februárban.